Emmanuel Macron azt állította, hogy minden szava, amelyet Ukrajnával kapcsolatban mond, az mérlegelt és megfontolt. Vladimir Putyin megtartotta évelei beszámolóját a föderális gyűlés előtt, és bejelentette, hogy hadrendbe állítják a világ legfélelmetesebbnek tartott rakétáját. Havier Milley miközben láncfőrésztel esett neki az argentin gazdaságnak, a természetestől eltérő nemekre is ugyanígy rátámadt. Ez a hírmix az Ultrahang plusz nemzetközi hír összefoglalója, szép napot túrolceri hát vagyok, ha még nem iratkozott fel a csatornánkra, hogy arra kérem, hogy ezt most pótolja. Emmanuel Macron, Franciaország elnöke csütörtökön február 29-én délután kijelentette, hogy minden szava, amelyet Ukrajnával kapcsolatban mond, mérlegelt és megfontolt. Korábban a héten azt nyilatkozta, hogy nyugati csapatok küldése Ukrajnába nem zárható ki, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben nincs konszenzus több ország ezt követően elutasította ezt az ötletet. A francia BFM TV hírtelevízió szerint Macron az állítását azzal indokolta, hogy idézem, ezek elég súlyos témák, minden egyes szó, amit ebben a témában mondok, mérlegelt, átgondolt és megfontolt. Ezt az állítását a Párizsi olimpiai játékok falujának megnyitóján tette. Macron azonban kerülte a geopolitikai kommentárokat ebben az összefüggésben, azt állítva, hogy ez nem a megfelelő hely erre, és hogy a sportnak az egységet és a megnyugvást kell elősegítenie. A francia elnök hétfőn felhívást tett a szövetségeseinek, hogy ébredjenek fel annak érdekében, hogy biztosítsák Oroszország idézem vereségét gyorsabb és nagyobb mennyiségű fegyverek és lőszerek szállításával tabukat döntögetve nem zárta ki nyugati katonák Ukrajnába küldésének lehetőségét, miközben hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben nincs konszenzus. Ezt követően a miniszterei közül többen is, például a külügyminiszter és a védelmi miniszter megpróbálta tompítani a francia elnök kijelentését, mondván, ha Ukrajnába küldenének katonákat, azok nem feltétlenül harcoló alakulatok lennének, mivel végezhetnének kiképzési feladatokat, vagy például aknamentesítést is. Oroszországban előbb a föderális adók és hírrádiók, majd még a gazdasági oldalak felületein is idézték a franciának csütörtöki mondatait, amelyeket Vladimir Putin orosz beszéde után mondott el a franciának. Vladimir Putin Oroszország elnöke február 29-én megtartotta éves beszámolóját a föderális gyűlés előtt. Ez a minden év megtartandó esemény az elnökre nézve törvény értelemben kötelező, és a hatalomban lévő elnöknek kötelessége megtartani ezt, mint egy elszámolásként. Ezúttal is a szabályoknak és a szokásoknak megfelelően számos témát érintett az orosz elnök, többek között az orosz nukleáris fegyverekről is beszélt, a nyugatállításairól is említést tett Oroszország európai támadási szándékai kapcsán, valamint a technikai fejlesztésekről is. Emellett számos belföldi programról és ügyről, így a közlekedés vagy éppen a gyermekes családokat érintő ügyekről. Putin kijelentette, hogy a nyugat által terjesztett információk, miszerint Oroszország nukleáris fegyvereket helyezett volna el az űrben, csupán arra szolgálnak, hogy előnyös tárgyalásokra kényszerítsék Oroszországot az Egyesült Államokkal hozzátette, hogy az RS-28 kód nevű szarmatnak hívott eddig csak fejlesztés alatt álló föld alatti sílóba telepített folyékony hajtóanyagú interkontinentális ballisztikus rakétarendszert rendszeresítik, hadrendbe állítják. A szarmatot számos szakértő a világ legveszélyesebb fegyverei közé sorolja, legalábbis az alapján, amit tudni lehet róla. Az már önmagában beszédes, hogy a NATO kódjele az, hogy sátán. A Sarmat fejlesztése az orosz stratégiai nukleáris erők modernizálásának részeként történt meg, a célja pedig, hogy képes legyen legyőzni bármilyen jelenlegi vagy tervezett amerikai rakétavédelmi rendszert. Az Erezd változatból jelentős fejlesztéseket hordoz, amelyek a következő erősségeket és félelmetes jellemzőket biztosítják a számára. A Sarmat vagy a sátán képes több mint 11 ezer kilométer megtételére, ami lehetővé teszi, hogy bárhol eléri a célpontjait a Földön, megkerülve a potenciális rakétavédelmi rendszereket. A rakéta képes többféle típusú robbanófejet szállítani, beleértve a hagyományos és nukleáris robbanófejeket, valamint egy speciális típust, amely képes manőverezni a légkörben, így nehezebben észlelhető és elfogható. A szarmát állítólag képes akár 10-15 speciális robbanófejet hordozni, amelyek mindegyike külön célpont Képes támadni. Ez lehetővé teszi egyetlen rakétának, hogy több stratégiai célpontot is megsemmisítsen. Erre az állításra alapozva szokták az orosz állami műsorokban azzal fenyegetni a nyugatot, hogy egyetlen ilyen rakétával képesek elpusztítani egész Nagy-Britanniát. A fejlett manőverező képességek és az alacsony pályán való repülés miatt ez az új fegyver nehezebben észlelhető és követhető a jelenlegi és jövőbeni rakétavédelmi rendszerek számára, így növelve az áthatolási képességét. A szarmát fejlesztésének és bevezetésének híre önmagában jelentő stratégiai eredtentő erővel bír a nyugat számára, mivel az orosz nukleáris arzenál megerősítését és a globális rakétavédelmi rendszerekkel szembeni ellenálló képességét demonstrálja. A rakéta legfőbb képessége, hogy hatalmas területeket pusztíthat el. Egyetlen szarmát becsült pusztító ereje elég lehet egy egész ország vagy nagyobb városok teljes megsemmisítéséhez. Ez rendkívül félelmetessé teszi a potenciális ellenfelek szemében. Az orosz elnök azt is elmondta, hogy ezt a fegyvert hamarosan be is mutatják, de hogy a bemutatást mégis miként kell elképzelni, az még egy teszt esetén is félelmetesen hangzik. Az orosz elnök azt is közölte, hogy a nyugat folytatja az ellenük irányuló hazugságok terjesztését, különösen azzal a kapcsolatban, hogy Oroszország támadni készül Európára, amit ő egyszerű Abszurdumnak nevezett. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy Oroszország rendelkezik olyan fegyverekkel, amelyek képesek célpontokat elérni a nyugat területén, és említést tett még a cirkontengeri hiperszonikus rakétarendszerről is, amely már szolgálatban áll. Kiemelte, hogy Oroszország megerősíti hadereit a nyugati irányban válaszul Svédország és Finnország NATO csatlakozására. Putyin beszédében kitért az ország fejlesztési feladataira is a következő hat évben, hangsúlyozva az együttműködés és Oroszország népei egységének fontosságát. Megemlékezett Dambaszban a speciális katonai művelet során elesett orosz katonákról, és kijelentette, hogy idézem, Oroszország mindent megtesz a konfliktus befejezéséért. Az elnök mellett bírálta a nyugatot azért, mert megpróbálja destabilizálni és elszigetelni Oroszországot, és hangsúlyozta, hogy a nyugat tévedett az orosz nép eltökéltségével kapcsolatban. Ugyanaz az orosz politikai rendszer továbbfejlesztésének szükségességét is hangsúlyozta, mint Oroszország szuverenitásának egyik pillérét, és kijelentette, hogy nem engedik meg a külső beavatkozást az orosz belügyekbe. Az orosz elnök késznek mutatkozott a bárbeszédre az Egyesült Államokkal, de csak abban az esetben, ha az figyelembe veszi Oroszország érdekeit. Végül Putyin az orosz gazdaság fejlesztéséről és a szankciók ellenére elért számottevő gazdasági növekedésről, a technológiai szuverenitás fontosságáról, valamint a szegénység elleni küzdelemről és a kisvárosok falvak fejlesztéséről is beszélt. Kiemelte, hogy Oroszország célja, hogy a világ négy legnagyobb gazdasági hatalma közé kerüljön, és felhívta a figyelmet a technológiai fejlesztés és az oktatás fontosságára az ország jövője szempontjából. A török anadol ügynökség adott hírt, hogy Recep Tayyip Erdán török elnök közölte készen állnak arra, hogy újra biztosítsák a tárgyalóasztalt Oroszország és Ukrajna között a béke megteremtése érdekében. Erdogan egy videó üzenetében, amelyet az Ukrajna dél-kelet-európa csúcs találkozóra küldött, azt jelezte, hogy a helyi önkormányzati választásokra való előkészületek miatt nem tudott részt venni a csúcs találkozón, mert otthon volt dolga. A videózeneten keresztül azért örömét fejezte ki, hogy megszólíthatta a résztvevőket, és az alábbi értékeléseket tette, idézom a török elnököt. Mint tudják, Törökország támogatja a Ukrajna függetlenségét, szuverenitását, biztonságát és területi integritását. Minden lehetséges erőfeszítést megteszünk a krími tatár rokonaink jogainak és érdekeinek védelmében. Készen állunk arra is, hogy hozzájáruljunk Ukrajna gyors helyreállításához és újjáépítéséhez. Ennyi idővel a háború kezdete után, minden erőfeszítésünk ellenére, mégsem sikerült elegendő előrelépést tenni a béke megteremtése érdekében. Úgy vélem, hogy a diplomáciának és a párbeszédnek kell esélyt adni az igazságos és tartós béke megteremtése érdekében. Nagy jelentőséggel bír, hogy minden diplomáciai csatornát a legmagasabb szinten használjunk fel a cél elérése érdekében. Az a minimum, hogy a béke általános paramétereinek meghatározásán alapuló közös munka megkezdésére van szükség. Ebben a vonatkozásban elvi támogatásunkat fejezzük ki Ukrajna elnökének, Volodymyr Szelenszkinek a 10 pontból álló béke tervéhez. Erdoğan emlékeztetett arra, hogy a terv élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos pontjában végrehajtandó munkákban vezető szerepet is vállalnak. A török elnök hangsúlyozta, hogy a békekezdeményezések sikeréhez elengedhetetlen, hogy mindkét felet összehozzák. Erdoğan nem először beszélt arról, hogy Oroszország nélkül nem lehet elérni a békét, hiszen a konfliktus mindkét fele kell ahhoz. A török hírtévéken futó közéleti beszélgetés műsorokban rendszeresen visszatérő elem, hogy Ukrajna vezetése egy történelmileg lehetetlen feladatra vállalkozott akkor, amikor úgy akar békét magának, hogy nem hajlandó szóba állni azzal, akivel békét kellene kötnie, és egyenesen másokra akarják testálni a feladatot abban, hogy a konfliktusban álló félel egyezkedjenek. A Let Jauns szerint, miután ismerté vált, hogy Oroszország elnök választásán Lettországban két szavazókörben is lehet szavazni, amelyek az orosz nagykövetség épületeiben találhatók, a lett kérdéseket tettek fel a lett döntéshozóknak. A lett TV3 műsorvezetője például azt kérdezte a lett igazságügyi minisztertől, én ezt a libénye Egnerétől, hogy egyáltalán miért is engedélyezi Lettország ezt az eljárást rigában, ha idézem, tudjuk, hogy ezek a választások biztosan nem lesznek tiszták. Erre úgy válaszolta lett igazságügyi miniszternő, hogy az Orosz Föderáció nagykövetsége Lettországban jogilag Oroszország részét képezi, ezért a lett hatóságok nem akadályozhatják meg, hogy saját területükön elnökválasztást tartsanak. Idézem őt. Valójában azokat az orosz állampolgárokat, akik be akarnak jutni a nagykövetség területére, nem álmódunkban megakadályozni ebben. Hogy mit csinálnak ott és miért az az ő kapcsolatuk az országgal, amelynek ők az állampolgárai. De a Lettországi Köztársaság törvénye büntetőjogi felelősséget ír elő a háború támogatásáért, ebben az esetben az Ukrajnában folyó háborúért. Ezért lényegében azt közöljük, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezeken a választásokon, szintén támogatják a háborút, nyilatkozta a lett miniszterasszony. Ezután elmondta, hogy tudva, hogy a Kreml még az Ukrajnában megszerzett területeken is megtartja az elnökválasztást, Lettország elkészített egy jegyzéket, amely elítéli ezt, és kijelenti, hogy nem fog különleges rendvédelmi intézkedéseket tenni az országban ezeknek a választásoknak a támogatására. A nagykövetségen kívül rendet fogunk biztosítani, de azok az emberek, akik oda mennek, szintén támogatják a háborút, hangsúlyozta a lett asszony. Hangosan fel kell szólalnunk, és ki kell jelentenünk, hogy mit gondolunk mi ezekről a választásokról, mondta. A Lettországi Orosz Nagykövetség épületének utcáját egyébként átnevezték az Ukrajna Függetlensége utcára, és ennek második szám alatt található az Orosz Nagykövetség Régában. A lett állambiztonsági szolgálat büntető eljárást indított az Európai Unió szankcióinak megsértése miatt, ami az Oroszországban és Fehér Oroszországban gyártott réteget lemez Ukrajnába történő exportjával kapcsolatos. Február 22-én a lett szakszolgálat több helyszínen is eljárt, valami az Európai Unió szankcióinak megsértésének gyanúja miatt, írja a lett Delfi híroldal. A szankciók megsértésére vonatkozó büntetőtörvény akár négy évig terjedő szabadságvesztést, próbaidőt, közösségi munkát vagy pénzbírságot ír elő ilyen törvénysértés esetén. A vizsgálat során a lettek információkat kaptak Ukrajnába irányuló négyzet alakú rétegelt lemez illegális exportjával kapcsolatos cselekményekről. A vizsgálat során kiderült, hogy Lettországból Ukrajnába hamis eredetű dokumentumok használatával, amelyek Kazasztánból és Kirgizisztánból származó áruként tüntették fel őket, valójában Oroszországban és Fehér Oroszországban készült termékeket exportáltak Ukrajnába. A biztonság kedvére elmondom másképpen is. Nem arról van szó, hogy Oroszországba vagy Fehér Oroszországba jutott be valami az EU területéről, hanem arról, hogy réteget lemezt rendeltek meg Oroszországból ukránok Ukrajnába, akik nyilvánvalóan tudtak arról, hogy hamis kazak és kirgiz dokumentumokkal jutnak hozzá az orosz és fehér orosz áruhoz lett országon keresztül, és ebben akadályozták meg őket a lett hatóságok. Az indokolatlanul kiadott eredetiségi tanúsítványokat felhasználó ügyletek hozzájárultak a nemzetközi szankciók megsértéséhez. A Financial Times szerint Javier Milei argentin elnök készen áll arra, hogy megkerülje az ellenzéki törvényhozókat, az akik blokkolták a gazdasági reformjait, és inkább rendeletekre és más végrehajtói hatalmi eszközökre támaszkodik, radikális megszorítási tervének végrehajtásában. Stratégiáját, amely a bajba jutott gazdaság újraélesztésére irányul, sokan magas kockázattal járónak tekintik, de Milei magabiztosan elhárította a kételyeket egy interjú során kijelentette, hogy a fiskális kiigazítással gyorsabban halad a vártnál, ami olyan drasztikus, hogy idézem, nem csak Argentínában, de a világon semmihez sem hasonlítható. Milé szerint az argentinok körében a megszorítások elleni lázadás esélye nulla, és az ország egyre növekvő számú szegényének azt üzente, hogy nem varázslattal szabadulsz meg a szegénységtől, a kapitalizmus, a megtakarítások és a kemény munkarévé juthatsz ki belőle. A politikai életből kívülállóként decemberben ígéretet tett arra, hogy láncfűrészsel vág bele az állam átszervezésébe, és meglepetést okozott Argentinának azzal, hogy tényleg az ígéretének megfelelő módon esett neki, és januárban az ország első költségvetési töbletét érte el 12 év alatt. Ezt a tartományoknak jutott kifizetések csökkentésével, a költségvetések befagyasztásával és a nyugdíjak, valamint juttatások inflációhoz való teljes mértékű igazításának elhagyásával érte el. Miközben az infláció éves, szinten 254 százalékon állt az előző hónapban. A gazdasági jellemzők figyelmeztettek, hogy ilyen drasztikus kiadáscsökkentések fenntarthatatlanok lesznek. De Milei, egykori egyetemi oktató, közgazdász, aki az argentin TV gyakran szerepelt szakértőként, úgy véli, hogy az infláció decemberi 25,5 os csúcsáról januárban 20,6 ra majd februárban várhatóan 15%-ra csökkentésével még az év folyamán képes lesz megfordítani a válság súlytotta gazdaságot a kongresszus bevonása nélkül. Milei szerint elkerültük a hiperinflációt, és a célja az, hogy tovább csökkentse az inflációt és kitisztítsa a központi bank mérlegét. Amint a központi bank helyzete rendeződik, tervezi a tőkekontroll intézkedések feloldását, amit az IMF szerint az év közepére megtehetnek. Milyen elismerte, hogy hosszú távon szükség van a kongresszusra, de azt állította, hogy Argentina történt történelmileg alacsony befektetési szintjei azt jelentik, hogy a vállalkozások rövid távon nagy hozamot érhetnek el kis tőke kiadással. A szegénység növekedése és az ország erős peranista dominanciájú munkásmozgalma ellenére milej biztos hogy népszerűsége és őszintessége az argentinokkal a választások előtt a fájdalmas gazdasági változások szükségességéről átsegíti a kormányzatot. A kormányzatot legjobban jellemző szó a remény mondta, állítva, hogy a felmérések szerint az argentinok egyre nagyobb része hiszi, hogy a gazdaság hat hónapon belül jobban lesz. Milyen szerint Argentina jövőre abban a helyzetben lesz, hogy ezt megteheti? Ha fenntartjuk a nulla deficitet, természetesen képesek leszünk erre, mondta. Milyen szerint egyszerűen egy országnak nem kell többet költenie, mint amennyie van, és nem kell olyan dolgokra költeni a pénzét, amire nincs, akkor se, ha ennek lesznek kárvallottjai. Argentinának 2025-ben 5,5 milliárd dollár kifizetése esedékes a magánkülső kötvény felé, és a tartalékok továbbra is elhanyagolhatók. Az argentin El Diario és mellette számos más argentin médium arról számolt be, hogy Javier Millé az imént említett feladatai mellett éppen betiltja a természetestől eltérő genderek használatát a hivatalos iratokban az országban. Ezzel a hivatalos kommunikációban valójában a nők jogait védik, emellett az Argentin Védelmi Minisztérium külön is megtiltotta a nyugati világban inkluzív nyelvnek hívott megfogalmazások használatát az ország hadseregénél. A kormányzat emellett azt is kommunikálja, hogy valójában egyes politikusok a nemek közötti megosztottságot a politikai térnyerés részekén használták fel. Egy sok színűséget támogató argentin civil szervezet képviselője, Lucy Cavallero, az ldr azt mondta, hogy idézem, fontos politika volt a korábbi abban az értelemben, hogy az állam elismerte az egyéb nemek létezését, de most kérdésessé tették a történelmileg láthatatlanná tett és tagadott női részvételt a hatalmi térben, valamint a népesség azon részét, amelyet soha nem neveztek meg vagy vettek figyelembe, mint ezen az ország részét tette hozzá Cavallero, aki egyébként szociológus. Cavallero azt is mondta, hogy a feminista mozgalmakat is támadás érte. Ezt teszi a társadalmi és szakszervezeti képviselőkkel is Milei, így társadalmi vitát bizonyos mozgalmak stigmatizálására és kriminalizálására tette hozzá. Az argentin fő szóvivője Manuel Adorné kijelentette, hogy mindez nem értekli a kormányt, idézem őt. A nyelv, amit nálunk mindenki figyelembe vesz, az a spanyol nyelv, amit használunk. Ezért a pontért is érték kritikák, ugyanis nem csak szociopolitikai vitáról van szó, hanem arról is, hogy mivel Argentinában a spanyolul beszélnek, ezért a spanyol királyi akadémia érvelését is fel lehet hozni. Márpedig, ez lévén Spanyolország egy igen progresszív ország, a spanyol nyelv szabályait a genderideológia felé nyitottabbá tették. Milei más kritikusai szerint egész egyszerűen arról van szó, hogy az új argentin elnök így próbálja elterelni a figyelmet arról a gazdasági káoszról, ami Argentinát a hatalomátvétele átvétele óta még az eddigieknél is erősebben jellemzi. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang Plus nemzetközi hír összefoglalója. Ha tetszett, akkor arra kérem, hogy nyomjon egy lájkot, ha pedig igazán tetszett, akkor küldj el az ismerőseinek, és köszönjük szépen a figyelmet viszont hallásra!